itt vagyunk a Paksi atomerőmű mellett a Dunánál, annál a pontnál, ahol a jogszabály szerint teljesülnie kell annak a kitételnek, hogy a folyó bármely pontja nem haladhatja meg a 30 Celsius fokot. Ez a Paksi atomerőmű kifolyó csatornájától 500 méterrel lejjebb van, délfelé, és itt fogunk most keresztbe végigmenni a Dunán, és megmérni a hőmérsékletet. Azt nem határozza meg a jogszabály, hogy hogyan, milyen módon kell pontosan mérni. Ugyanakkor a Paksi atomerőmű a tájékoztatásuk szerint úgy szokta elvégezni a mérést, a Műszaki Egyetem egyik tanulmányának a javaslatát átvéve, hogy 50 cm és 150 cm mélyen megmérik. Amikor elindultunk körülbelül 11 óra után erre az egész mérési akcióra, akkor láttuk, hogy visszatér a Paksi mérőcsónak a bázisra, úgyhogy valószínűleg ők akkor már végeztek a méréssel. Tehát, hogy ők 12 óra előtt mértek, mi meg most már fél háromig van inkább. Nem tudjuk pontosan, hogy hány darab mérést végeznek el, és akkor abból képeznek egy, hát nem kifejezetten átlagos értéket, de egy darab értéket képeznek egy bizonyos módszertan szerint egy napra. És mi is 50 és 150 cm mélyen fogjuk elvégezni a mérést. A pontról 25,5-et mutat. Csak így. Most 30,5 fokon. Forduljunk egyet megint vissza, és ott közel. Na, berakom. Mert... Mennyi? 31,5. Hőmérőt 50 cm-re eresztjük most le. Az atomerőmű mérőcsónakja is így szokott mérni. És most mutatja a digitális hőmérő, hogy 30,4 fokos itt, ezen a ponton a Duna. Kicsit bejebb jöttem a vízbe, itt is 50 cm mélyen van leeresztve a hőmérő, és Eszter nézi, hogy itt mennyit mutat. Itt pedig 30,8 fokot mutat a hőmérő. Azon a partszakaszon, ahol az előbb mértük Orsival, hogy 30,8 fokos volt a víz, nagyon sok halott, vagy hát elpusztult kajlónak a tetemét, vagy pontosabban a kajlóhéjat találtuk a parton, illetve a vízben is több lebegő, már elpusztult kajlót láttunk, ahol pedig a kontrollmérést végeztük lejjebb a partszakaszon, ott viszont nem volt. Ezt most hozta ki szegény példányt a Duna, de nagyon sok van még a vízbe. Hát láthatóan már nem él. Paksi atomerőmű alatt, egészen pontosan az 1525 és az 1526 folyókilométer közötti szakaszon jelenleg horgászati tilalom van érvényben. A tábla szerint ez július 1 és augusztus 31 között tart. Arra hivatkozik a tilalmat elrendelő Tolna megyei kormányhivatal, hogy a hőmérséklet mérési feladatokat zavartalanul el tudják végezni a munkatársak, ezért jelenleg nem lehet halat fogni a területen. Átjöttünk pont a szemközti partra, hogy csináljunk egy ellenőrző mérést. Itt 50 centire tudom ezen a ponton leengedni a hőmérőt. Itt jelenleg 27,2 fokot mutat a mérő. A Dunának ezen a felén egyébként sem a vízben nem látunk kagylókat úszni, mármint élettelen kagylókat, illetve a partszakaszon sem látunk kagylóhelyeket sehol. Úgyhogy így látszólag is úgy tűnik, hogy itt sokkal tisztább a víz.
Thank you.